Most már figyelj, megy. Közöttünk jól fogsz kinézni. Sziasztok! Andrissal és Attilával vagyunk itt. Jaj, megérkeztél! Jaj, de jó! Mozgolódjál ide, szóval csináltuk egy csatornát nektek, arról, hogy mozogjatok, meg arról, hogy mi is... Három dagad, bazd meg! Ez van, gyerekek! Tehát Magyarország... Legalább a rekeszizmok dolgoznak. Így van! Magyarországon, mint mindenhol Európában, az emberek egy kicsit el vannak hízva, és ezen változtatni kell. És persze lehetne diétázni, meg egy csomó mindent csinálni, amit egyébként fontos, és csináljatok. Közben Gyuri, aki egyébként a legadoniszabb és legizmosabb, de nem akart ide beülni közénk. De szóval kezdjük el mozogni. Ez egy tök jó ilyen start videó lehet, mert itt is van, itt is van, itt is van, és akkor akár saját példánkból is tanulhattok, mert mi is ugye kezdünk szépen lassan áttérni az egészséges életmódra. Igen. És majd ezen keresztül hát, ha tudtak ikletet meríteni, hogy a saját életeteket is módosítsatok ilyen téren. Úgyhogy elkezdünk mozgolódni. Sziasztok! Van már fitness órám. Fitness óra? Ez vagy... az első lépés. Igen. Az első lépés. Új bicikli a Decathlonból. 3829 lépést megtettem. Na, és mennyi a napi minimum? Hát szerintem legalább 5000-nek kéne lenni. 8000. Ez most itt akkor szeretném is így gyorsan elmondani, mert hogy az alapbeállítások azok ilyen 6000 körül szoktak lenni. Ha valakinek van fitness órája, Google Fitje, Apple Healthcare, bármi, állítsa be első lépés 8000-re. Érjük el azt, hogy 8000 lépés legyen, ha más nincs, akkor este lefekvésnél az újszülöttet rohangálva, föl alá sétálva a lakásban, de szedjük össze ezt a napi 8000 lépést, vagy hogyha nem kell még menni este egy kicsikét még a boltba alkatrészekén, akkor még azt lehet. Igen, lehet gyalog is menni a kocsmába, nem kell biciklizni. Így van, így van. Jó van. Közben a hátulról jönnek még a kommentek. Ennyik voltunk, addig is most elzavarjuk, hogy majd kapcsolja ki a kamerát. Ne vigyem körbe, hogy a Gyuri meg a Katás benne. Nem kell körbe vinni, majd jövünk még. Elég a szép kevér embereket mutatni.